A 2020-as országos bajnokságon veszünk részt itt a Nemzeti Lovardában. Szikszai Lajossal, az amatőr győztes csapat csapatvezetőjével beszélgetünk. Gratulálunk először is, és mutassuk be ezt a csapatot. A Némedi Bertalan régióból szerettem volna összeállítani egy jó kis csapatot. Sikerült is, hogy az eredmény mutatja. Örülök, hogy ezek a lovasok első szóra így jöttek és összeálltak egy csapatba, és igazából egy csapatként, igazi csapatként harcoltak és izgultak egymásért. Hogy alakult ki a csapat? Te hívtad össze őket, vagy hogyan történik ez? Igen, én megnéztem a startlistát, és úgy gondoltam, hogy ezek a lovasokban benne van az a hibátlan pálya, hogy igazán eredményes legyen ez a csapat. A győzelmi esélyek, reményekkel indultatok neki a bajnokságnak? Igen, úgy érzem, hogy igen, úgy indultunk neki. Ők is szerintem úgy gondolták, hogy esélyük van arra, hogy megnyerjék az első helyet. És te edzősködsz is valamelyik a csapattagok közül, a te tanítványod, vagy hogyan alakult ki? Nekem is volt egy lovasom benne, ő sajnos megsérült, és nem is szerepelt olyan szerencsésen ebbe a csapatba. Tegnap vezette ki a lovat az istállóból, és kicsit rálépett a lábára Sánti Káli szegény, és ez miatt gyengénben szerepelt, mint ahogy vártuk tőle. A többiek hozták a sikert, és így ő is bajnok lett. Hála jó Istennek, igen. Igen. A csapatvezetőnek mi a szerepe ilyenkor? Például összevetés is volt, te döntöd el, hogy kiinduljon az összevetésben, és hogy hogyan segítetted a csapatot a győzelemhez? Összes lovassal nekem jó a viszonyom, jó a kapcsolatom. Ezekkel a lovasokkal, akik benne voltak a csapatban, az edzőikkel is nagyon jó, és így közösen megbeszéltük azt, hogy ki is induljon az összevetésbe, és hál' Istennek jó döntés született. Akkor most beszéljünk rólad egy picit, majdnem minden versenyhelyszínen találkozni veled, honnan a lovak szeretete, mióta lovagolsz, és hogyan kerültél lovasportba, és mióta tart a pályafutásod, mutassuk be egy kicsit. Én 12 éves korom óta versenyzem, én mezőegyesen kezdtem annak idején, utána voltam Kiskunhalason 10 évig, és most Győr mellett Ravaszdon működtetek egy lovardát. Sok tanítvánnyal, akikkel országos versenyekre is szoktunk járni. Előtte héten a championátuson voltunk egy jó pár lovassal, és most ezzel a két lovassal pedig most jöttem ide az országos bajnokságra. És te melyik szakákban lovagoltál, tevékenykedtél? Én hosszú időn keresztül a diugratásban, utána belekóstoltam a militariba is, mind a két szakákban voltam válogatott versenyző, de 2006-ban végképp leszálltam a lóról, és inkább a tanítványoknak szenteltem az időmet is, és az istálló menedzselésnek.